Jó napot kívánok! Szabó Réka vagyok, és köszöntöm a Magyar TV 5 nézőit. Itt az Ecset és Véső című műsorunkban egy különleges interjúra került sor. Kozma Grimm Mária állt kameránk elé, és lesz vendégünk a következő pár percben. Egy erdélyi, ugyanakkor magyar, ugyanakkor kanadai festőművésznő. Különleges látásmód, gyönyörű képek, és végül, de nem utolsó sorban egy üzenet a világ összes magyarjának. Tartsanak velünk! Mi volt az első kapcsolat a festészettel? Hogy került ön a festészet közelébe? Hát az nagyon-nagyon rég volt, szerintem még kisgyerekkoromban volt, amikor anyukámnak, gondolom, nem volt nagyon sok ideje velem foglalkozni, apukám meg még annyira se foglalkozott velem, és akkor oda tettek egy darab papírt, egy szál papírt, meg egy ceruzát, és én rajzolgattam. Nagyon-nagyon jól emlékszem, és tényleg ez egy valós történet, hogy amikor az óvodába az asztal, az a kis asztalkára kitették a papírt és a ceruzát, az a frissen hegyzett ceruzának az illata, az nekem életem egyik fénypontja volt szerintem, és a mai napig is tényleg nagyon szeretem, sőt, van úgy, hogy az íróasztalomnál nincs hegyzett ceruza, akkor én egyet meghegyzek, csak hogy érezzem a szagot, illetve az illatot. És tehát ez körülbelül 10 éves koromba visszatérve a kérdése, körülbelül olyan 10 éves koromtól kezdve kezdtem érdeklődni a művészet után, a rajz, a festészet után. Százrégenben a művészeti iskolába jártam egy darabig, és ott volt, hát nem csak festészet, rajz, ilyesmit, hanem mindenfélét kellett tanuljunk, ugye? És akkor nagyon jól emlékszem egy hát gyurmából készült rózsára, amit aztán ki is festettem, és én szerintem persze nagyon jól sikerült. Sajnos az a rózsa nincsen meg, de valahogy hasonlít a herendi kis rózsákhoz, az a díszrózsákhoz. Szászrégen ez Romániához tartozik, hiszen ön nem... Erdély. Na mondjuk, igen. Ez Erdélyhez tartozik. Erdélytől elég hosszú utat járt be, hiszen most Kanadában él. De mielőtt még eljutnánk odáig, hogy Kanadába hogy jutott ön ki, mi volt az első visszaigazolása annak, hogy ön tényleg tehetséges vagy, hogy érdemes rajzolgatni még a frissen hegyzett ceruzával? Hát először is a tanárok, aztán anyukám, tehát a tanárok, akik jó jegyet adtak, mert ugye ott a 8-9-10-es volt a legjobb jegy, és én a 9-10 közül nem estem ki. Tehát ezek voltak az iskolában, amit kaptam a tanároktól. Ugyanakkor táborokban voltak versenyek, azokon vettem részt, és akkor ott is kaptam diplomát, kitüntetést. És ugye aztán anyukám is, aki sok rajzomat félretett. Van egy, az nincs itt, de otthon van egy nagyon-nagyon jól megőrzött kép, amit az idők során egy kicsit azért csak kikezdett a mindenféle, és le van egy kicsit pattogva, törve a széle, de attól még nagyon jól be tudtam rámázni, és ez egy 3 fát festettem, pedig akkor azt hiszem, hát akkor még nem volt a két öcsém, de szerintem az a testvériség szimbóluma volt, vagy valahogy együvé tartozás. A legérdekesebb az, hogy a 3 fának nincs lombja, tehát csak maga a fa törzse, az ágak, vékonyabb, vastagabb ágak, de a háttérben sok lomb van, és nem tudom, hogy miért, mai napig se tudok rájönni, hogy azt akkor miért úgy festettem, de gondolom, hogy testvéreket váltam, hogy... És aztán, hát későbben aztán úgy jöttek a visszajelzések, hogy mindenki tartogatott egy-egy kis dolgot meg, amit én csináltam, ugye. Ki volt az az első ember, aki kedvesed és szépet szólt a képeiről, hogyha esetleg így konkrétan emléksz, hiszen észrevettem, hogy az ön emlékező tehetsége azért nagyon kifinomult. Hát igen, ha jól emlékszem, ezzel egy nagyon érdekes dolog jut eszembe, ezen a téren. Azt hiszem 8-os voltam, és a rajztanárom egy nagyon jó képű valaki volt, és én annyira szerelmes voltam belé, hogy ténylegesen én csak rajzoltam, festettem, mindent csináltam, csak valahogy vegyen észre.
És szerintem hát nem ez volt a lényeg a rajzóráknak, ugyebár, de hamar ki is ábrándultam szegény tanáromból, mert azért elég szemtelenke voltam, és egyszer rám szólt, én meg visszafeleseltem, ő pedig a vonalzott hozzám vágta, na akkor ezzel befejeződöttem. De mondjuk ő nagy hatással volt arra, hogy hogyan lássam a világot, hogyan lássam a színeket, és aztán későbben az egyetemen is meg. De különben én fényképészettel foglalkoztam. Az volt az első, ami mondjuk úgy, hogy a forma, a fény, a színeknek a hatását kiváltotta, illetve hogy figyeltem ezekre a dolgokra, és Marosvásárhelyen volt már, amikor ott nyertem egy nagy kitüntetést, úgy mondva, azzal, hogy a Jó Barátba, a Pionír Újságba bekerült az egyik fényképem, tehát első helyet nyertem azzal, és akkor úgy ugye fellángolt bennem az, hogy kell csinálni valamit. És mi volt a következő lépés? Elköltöztek Kanadába, vagy hogy történt a pályafutás? Az én pályafutásom elég nehéz lépésekkel kezdődött. Ugye először is a kommunizmusból kellett, hogy szabaduljak, mivel hogy ahogy nőttem, ahogy öregettem, nem. De ahogy nőttem, és ahogy mind jobban és jobban láttam a helyzetet, tehát már nem kisiskolás voltam, hanem felnőttként, én éreztem, hogy abban a környezetben az a politikai nyomás alatt én nem fogok tudni élni. Elég sokszor megtörtént, hogy hát így szembesülnöm kellett azzal, hogy Erdélyben lakom, és a magyarságomat nekem állandóan bizonyítanom kellett. Mikor eljöttek például erre nagyon tisztán emlékszem, hogy jöttek, és hát ilyen népírású cenzus volt, és akkor jött egy civil ember, egy rendőr és egy katona puskával a vállán. Kapunál nyomták a gombot, hát ugye már egyszerűen minden normális ember akkor kapott egy olyan frászt, hogy hú, ezek vajon most mit akarnak. És na hát többek között ugye megkérdezték, kik vagyunk, mik vagyunk, hányan lakunk, és így tovább. És a legvégén, vagy a vége fele volt egy olyan kérdés, hogy milyen nemzetiségűek. És mondtuk, hogy hát magyar. És az volt a kérdés, hogy hát milyen bulletinje van? Tehát milyen az személyazonosságja van? Hát akkor mondtuk, hogy hát a román állam, tehát akkor maguk románok. Na most, hogyha az ember gyengébb volt, mondjuk idegzetileg is gyengébb, vagy egyáltalán, akkor elkerült a vitát, és esetleg rávadta, hát jó van, hát mit érdekel, hogy mit írnak oda be, csak már szabaduljak meg tőlük. Ha pedig egy kicsit mondjuk ki akart állni, és ki akart harcolni azt, hogy igenis magyar, akkor vissza kellett magyarázni azt, hogy nem vagyunk románok, mi csak román állampolgárok vagyunk, mert ebben az államban születtünk, vagy élünk, vagy de nemzetiségileg mi magyar nemzethez tartozunk. Tehát nekem ilyen téren nehezebb volt, illetve komplikáltabb volt az egész dolgom, és éppen ezért kerestem azt, hogy elhagyjam az országot. Én egyszer tettem kijelentést, hogy bizony én ebben az országban nem akarok megöregedni. Nem is, egyelőre még nem öregedtem ott meg, hanem kint. És azt a kijelentést is tettem, hogy én amikor útlevelet kérek, akkor véglegest kérek. És ez is az ő hibájukból történt, mert anyukám, apukám jöttek Magyarországra, engem is akartak hozni magukkal, és azt mondták, hogy gyereket nem vihetnek. Na és ezt egy olyan pontban mondták az életemben, amikor azt hiszem tizedikes voltam körülbelül, tehát volt egy olyan, hogy miért nem engednek ki, hát én majom vagyok a ketrecbe bezárva, vagy szóval így valahogy nagyon-nagyon rosszul esett, és akkor volt az, hogy azt mondtam, na hát, nem is kell az ők útlevelük, majd ha kérek, akkor véglegest kérek.
És akkor így jutott ki Kanadában? Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Kanada legyen az ön országa? Hát először Németországban voltam, házasság révén jutottam ki, és Németországban sajnos nem pont azt találtam meg, amit kerestem, és akkor ezért volt az, hogy utána körbenéztem, és akkor gondoltam, talán Kanada jó lesz. És úgy néz ki, hogy eddig be is vált Kanada, de ott is pont ugyanúgy, mint máshol a világon vannak pozitív dolgok, vannak negatív dolgok. Én szívesen vagyok Kanadában, de ha ott is megkérdezik, hogy honnan jöttem, vagy mit csinálok, akkor én büszkén elmondom, hogy én erdélyi vagyok, és magyar. Visszatérve egy kicsit a festészetre, hogyan alakult ott az ön karrierje? Jobban felfigyeltek önre, vagy esetleg voltak pozitívabb visszajelzések, jobban ki tudott bontakozni, tanult-e ott valami újat? Ó, sokat, rengeteget. Az egyetem alatt, ameddig elvégeztem, mert ugye belső építészetet végeztem, előtte is, közben is nagyon sok kiállításon vettem részt, és az, hogy mennyire figyelnek fel az emberre, ez a saját hozzáállásától is függ, attól is függ, ugye, hogy mennyire akarja az ember, hogy felfigyeljenek rá. Mert tényleg vannak tehetséges emberek, ott Calgaryba, akiket ismerek, ugye a Millarsona művésztársaságot megalapítottuk 1999-ben, és akkor több magyar művész, és nem magyar művész is összeült, és azt vettem észre, hogy nekik nagyon nehéz saját magukat eladni. Nekem is nehéz. De én megpróbálom. Szóval én úgy veszem a dolgokat, hogy szerintem nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát, hogyha egy kicsit adunk is abból, amit gondoljuk, hogy na, az emberek érdeklődnek iránta, akkor lehet, hogy pontosan meg is történik. De hogyha csak gondolunk rá, hogy na, adnék, és ezt kéne csinálni, és úgy kéne, de nem tesz egy lépés az ember ennek érdekébe, akkor soha nem történik semmi. Tehát nálam az én karrieremben ez szinte mondhatnám az, hogy önerőből, a mostani kiállítás is önköltségre, önerőből jött létre. Persze nagy szerencsém van azzal, hogy embereket ismerek, szeretek ismerkedni, és nem csak ismerkedni, de szeretem tartani is a kapcsolatot. Vannak baráti kapcsolataim, a 30-40 éves kapcsolatok is. És szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, főleg akkor, amikor valaki el akar érni valamit. Hogyan fedezték fel önt Kanadában, vagy felkeresette valakit a képeivel, vagy hogy gondolta, hogy elkezdi az ottani pályafutását, volt-e azóta ott kiállítása? Igen, hát főleg az egyetemi időszak alatt ott nagyon sokszor eljöttek, és múzeumoktól is, meg galériáktól is, ugye keresték az anyagot, keresték az embereket, és akkor ezáltal aztán került az, hogy hát kéne egy kiállítást rendezni, kéne ilyen jótékonysági vacsorákon például részt venni. Ugyanakkor ugye a magyar közösség az elég nagy Calgaryba, és elég aktív is, és ők általuk is sokszor volt kiállításunk, mert hogyha koncerteket szerveztek, vagy ünnepségeket, államalapítási ünnepségeken, akkor mindig részt veszünk, és aztán így aztán terjed a jó hírneve, vagy a rossz hírneve valakinek. Mielőtt a festészetről beszélnénk, még egy kicsit szóba került Erdély és a magyarság. Most ön, ugyanúgy, ahogy én is tapasztalhatjuk, hogy milyen magyarnak lenni ott, de ön most már ezt egy következő szintre vitte, hiszen ő nem csak Erdélyben, Romániában volt magyar, hanem Kanadában is magyar. Milyen ott magyarnak lenni, mennyire nehéz ezt ott megélni, vagy mennyire könnyű, mennyire befogadóak az emberek, milyen a mentalitás? Abszolút semmi probléma ott magyarnak lenni.
mert maga a kanadai állam is olyan, mondjuk az amerikai politikához viszonyítva, hogy nálunk egy ilyen kulturális mozaik van. Tehát mindenki megőrizheti a saját nemzetiségét, szokását, a kultúráját, nem követelje meg a kanadai állam az embertől, hogyha már Kanadában van, akkor kanadai legyen. Lényegében én mondhatnám úgy is, hogy nincs igazi kanadai, csak a törzsgyökeres indiánokon kívül, tehát mindenki oda bevándorló. Na most nagyon érdekes az, hogy a kanadai hogy áll ehhez a dologhoz, ugyanis ők az utóbbi időben vettem észre. Régebben nem, régebben rákérdezték, hogy honnan jöttél. Az utóbbi időben nem tudom, hogy miért, de megtörtént az, hogy nem azt kérdezték, hogy honnan jöttél, hanem azt mondták, hogy milyen érdekes akcentusod. És akkor kérdezték, hogy milyen akcentus, és mondtam nekik, hogy magyar-kanadai. Mert lényegében én mindig úgy mondom, hogy én magyar-kanadai vagyok. Habár a magyar állampolgárságom még nincs meg, várom most a választ, mert én is beadtam a kérelmet, a kanadai az megvan, és akkor én úgy érzem, hogy én magyar vagyok, de ugyanakkor kanadai állampolgár is. Tehát nagyon nyitottak, és szeretik a más nemzetiségeknek úgy meg kipróbálni az ételüket, a ruházatukat, meg szóval rengeteg sok rendezvény van ott Calgaryban is, ezen a téren, és vannak például afrikai napok, tehát ki lehet menni a Prince Igen, vannak afrikai napok, és akkor el lehet menni és megnézni, szinte majdnem minden afrikai állam részt vesz ezen, ugye, és ja. Hogyha arról van szó, hogy afrikai napok és úgy rendezvények vannak, a mi találkozásunk, azaz az ön és a Magyar TV 5 találkozása sem véletlen, hiszen a Panoráma Világklub hálózat rendezvényén találkoztunk, ahol a Magyar Világ találkozón vett ön is részt. Milyen érzés volt olyan sok külföldön élő magyar között lenni, és milyen tervei vannak, és esetleg felveszi-e ön vagy az a Calgaryban élő magyarság a kapcsolatot a kanadai világ klub kis, vagy nagy klubjával? Hát én szeretném tartani a kapcsolatot, nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, és ez egy kitűnő ötlet, kitűnő szervezés, és szerintem ezt nem szabad abba hagyni, mert ugye szerteszél vagyunk a világba, szerteszól mindenhová kiszórva, és akkor hadd ne halljon ki ez a mag, ami ugye el van szórva. Én szeretnék mondjuk ezen a téren is tevékenyebb lenni, amennyire ugye az energiám engedi. És ugyanakkor szerintem, hogyha jövőre vagy 2 év múlva sikerül megint itt lennem ebben a periódusban, akkor megint el szeretnék jönni. De csak gratulálni tudok, és csak azt mondom, hogy hajrá, csak így tovább. Én most egy picit még visszatérünk a festészetre, így egy utolsó kérdésként. Igen, mindenképpen szeretnénk egy picit megtudni arról, hogy akkor hogyan jött az ötlet, hogy itt Budapesten egy kiállítást, ahogy mondta, önerőből, önköltségből létrehozzon. Igen, hát lényegében ez nem az első kiállításom Európában, mert Marosvásárhelyen is volt, Kecskeméten, Lajos Mizsén, Egerben, most utoljára előtte még Karcagon is volt. De ezek mind régebbi kiállítások, és akkor most a Bába Szilvia segítségével sikerült ezt megrendezni, úgy Egerben, mint itt Budapesten. Ugyanakkor már ajánlatot kaptam, hogy menjek el Hollandiába is, meg Ausztráliába is. Hát én remélem, hogy sikerülni fog majd ebből valami, de hát azért nem akarom mondani, hogy koromra tekintettel kell lenni, nem. De azért erre is kell figyelni, hogy már nem vagyok 20 éves, és bizony egy kicsit fárasztó. De én szeretnék még visszajönni, csak hát ez attól függ, hogy mennyire tudjuk megengedni magunknak. Milyenek voltak a visszajelzések a budapestiektől a képeivel kapcsolatban? Nagyon jók, mert eladtam egy csomó képet,
És azon kívül a vendégkönyvbe is nagyon szépeket írtak, hogyha érdekli, akkor el lehet olvasni. Nem szeretem dicsérni magam nagyon, mert már mondtam, azt hiszem, hogy anyukám mindig mondta, hogy lányom, ne dicsérd magad, hadd dicsérjen valaki más. De úgy vettem észre, hogy az embereknek tetszett ez az erőteljes színkompozíció, amit én használok. Tetszettek a témák, tetszettek a virágok, a bogarak, a mindenféle. Valahogy olyan érdekesen viszonyultak hozzá, és lelkesen írtak be a vendégkönyvbe. Tehát őszintén azt mondták, bravo, gratulálunk, ez nagyon szép. És szóval hát el lehet olvasni. A képek, amiket itt láthatunk, és amit majd a riport folyamán ugye megmutatunk, milyen témákat ábrázolnak? Mire gondolt, amikor megfestette őket? Igazság szerint szinte minden képben benne vagyok, mármint én a lelkem, az érzelmem, a gondolatom, amikor azokat a képeket festettem. Nálam, hogy mondjam, a tematika az egy kicsit nehéz dolog, mivel hogy én nem szeretem lekötni magam. Tehát, hogyha valamit kigondolok, sokszor éjjel felébredek, és 3 óra, és akkor lemegyek a stúdióba, és előveszek egy vásznat, és elkezdek festeni. Nem nagyon szoktam előre kitervezni, hogy mi lesz a következő kép. De hogyha úgymond az ihlet megjön, az ötlet megjön, akkor én csak leülök és megcsinálom. És akkor olyankor van, amikor eltelik 10 év, amíg megfestettem egy képet, mindjárt ezt elmondom, hogy miért, és van olyan kép, amit megfestek mondjuk egy hét alatt, vagy egy nap alatt. A 10 éves kép az nincs itt, odahaza van, egy 2 méter, 10-15 centi hosszú, 1 méter valahány széles, tehát egy nagy vászon, és pillangókkal, és egy pipacs és margaretta virágos mező lényegébe. Tehát ilyen madár távlatból, és akkor ez azért sikerült így, mert most ne nevessen ki, de én szoktam repülni álmomba, legalábbis annak idején. Ténylegesen, mintha madár lettem volna, és gondoltam, hogy ez biztos valami probléma itt fent, hát ezt meg kell festeni. És addig-addig gondolkoztam rajta, ameddig ezt a témát kitaláltam, és ténylegesen, amit én úgy álmomba láttam, ezt fentről lefel, mindmikor repülővel repül valaki, na egy ilyen mezőn egy csomó pillangó. És ez a kép, körülbelül 8 évig dolgoztam rajta, mire úgy éreztem, hogy kész van. Akkor a Calgary polgármesteri hivatalnál volt kiállításom, és néztem a képet, mert ugye ültem ott, és néztem messziről, és megtaláltam egy hibát benne. Aztán még néztem, még egy hibát találtam. Aztán, és itt sorozatban előjöttek azok a dolgok, amiket én festés közben nem vettem észre. Nem vagyok én annyira túlzottan perfekcionista, de azért nem szeretem, hogyha olyan hibák vannak a képben, amit mondjuk ezt helyre is lehet hozni. Úgyhogy hazavittem, levettem a keretet róla, és akkor kezdtem javítani. Tehát mondjuk úgy, hogy hozzáfesteni. Tehát még egy másik 2 év eltelt, és ezért lett aztán belőle 10 év. Úgyhogy van, amikor gyorsan megy, van, amikor nagyon lassan. És utolsó kérdésként, ön mondta, hogy nagyon gyorsan megy. Június 6-át írunk, és 7-én, azaz holnap ön visszautazik Kanadába. És a július 1 és 8-a között megrendezendő magyar világtalálkozón ön nem lesz ott, viszont mi itt leszünk a Magyar TV5-tel, de így előlegbe szeretném önt megajándékozni azzal a lehetőséggel, amit az ottani magyaroknak is fel fogunk ajánlani, hogy üzenjen az távol élő szeretteinek, akár Erdélybe, vagy a világ magyarjainak. Nyugodtan nézzen bele a kamerába, és valamit, amit ön el szeretne nekik mondani.
Hát ez meglep, és köszönöm szépen a lehetőséget. Én először is, hogyha ez már adódott ez az alkalom, szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítenek nekem, és akik segítettek nekem az életem során, hogy ide jussak, ahol vagyok. Ezt baráti téren, személyes kapcsolataimra is értem, a családomra, már aki még maradott az öcsémre gondolok. Gondolok azokra az emberekre, akik egy jó szót mondtak, és akik jó tanácsokkal, illetve legalább egy pozitív, egy mosollyal ajándékoztak meg az életembe. A világ magyarjainak, hát nehéz üzenni, de nekem az az érzésem, hogy mi még nagyon-nagyon sokáig fogunk itt lenni ezen a földön, mint magyarok, és úgy a nemzet, mint a mi kultúránk sokáig fog élni. De ahhoz, hogy ez ténylegesen így is legyen, nekünk is kell nagyon sokat tenni a magyarság érdekébe. Ne várjuk el azt, hogy a magyarság tegyen valamit nekünk, tehát irántunk, vagy miértünk, hanem tegyünk mi is valamit. Fogjuk meg az alkalmat, ha csak adódik, olyan, hogy igen, azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, és büszkén mondjuk azt, hogy magyarok vagyunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.